Újabb brókercég bukott be, de legalább a fogyasztói árak csökkentek. Nem lehet trükközni a rokonokkal vasárnap, ahogy a görögök sem trükközhetnek tovább az EU-val. Köszöntöm Önöket, ez a Privátbankár híradója március 10-én, pár perccel múlt 10 óra. Én Veres Patrik vagyok, és már mondom is a részleteket. A Questor értékpapírkereskedelmi és befektetési ZRT tevékenységi engedélyét is felfüggesztette kedden a Magyar Nemzeti Bank. A tegnapi napon indított vizsgálat során szabálytalanságokat észlelt az MNB, így részlegesen felfüggesztette a brókerház működését. A jegybank közleménye szerint ma felügyeleti biztost rendelnek a pénzintézet élére, így a vállalkozás nem fogadhat el új ügyfélmegbízásokat, de a felügyelet zárhatja a nyitott pozíciókat. Az ügyfelek jogosultsága az értékpapírok és a pénzük felett szünetel, a fejleményeket követhetik a weboldalunkon. A Központi Statisztikai Hivatal közölte a februári fogyasztói árak alakulását, 1%-kal voltak alacsonyabbak, mint egy évvel korábban, azonban a januári eredményekhez képest 0,5%-kal drágultak a fogyasztói árak. Elemzők 1,1 és 1,2%-os csökkenésre számítottak egyébként. A háztartási energia és az üzemanyagára csökkent jelentősen, de az élelmiszerek, a ruházkodási cikkek és a tartós fogyasztási cikkek ára is esett. Drágultak viszont a szeszes italok és a dohányáruk. A világgazdaság szerint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálni fogja, hogy megfelelően betartják-e az üzletek a vasárnapi zárvatartásra vonatkozó szabályokat. A 200 négyzetméternél kisebb alapterületű boltok nyitva tarthatnak, ha abban tulajdonos vagy segítő családtag dolgozik. A hatóság azonban vizsgálni fogja, hogy valóban megvan-e a rokoni kapcsolat a kollégák között. Csak a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér állhat a pult mögé, az élettárs azonban nem, így kár trükközni. A kereskedő az ellenőrzéskor köteles teljes bizonyító erejű magánokirati formában vagy közokiratba foglalt nyilatkozattal igazolni ezt, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Tegnap Athén csúnyán elhasalt az eurócsoport pénzügyminiszterei előtt. A hitelezők érdemi lépéseket szeretnének látni, Yanis Varoufakis görög pénzügyminiszter pedig arra kérték, hogy egyeztessen többet a trojkával, ami nagyjából annyit jelent, ha a görögök pénzt akarnak látni, el kell kezdeniük a kidolgozott reformprogram végrehajtását. Varoufakis pénteken küldte programját a csoportnak, azonban ott korán sem voltak elégedettek a felvázolt tervekkel. Jeroen Dijsselbloem holland pénzügyminiszter és a csoport vezető, aki a csoport vezetője, például időpocséklásnak nevezte az elmúlt két hetet. Minimális elmozdulásra számítanak elemzők az európai pénzpiacokon, nem jön semmilyen jelentősebb makrogazdasági adat, ismét a görög helyzet lesz hatással a tőzsdére, mivel szerdától technikai egyeztetés kezdődik a felek között a további hitelezést illetően. Itthon a BUX a tegnapi záróértékhez képest szinte alig 0,3%-ot gyengült nyitáskor. Szakértők enyhe emelkedést jósolnak a kereskedési napra, de nagy kérdés, hogy a Questornál kialakult helyzet milyen hatással lesz a piacra. Nézzük, hogy akkor mi a helyzet most. Az OTP 0,9%-os emelkedésben van, a Richter 0,5%-os emelkedésben, a MOL 0,7%-os esésben, a Telekom pedig 0,5%-os emelkedésben van, a BUX így összességében 0,3%-os emelkedésben van. Nézzük akkor a devizapiacot. 1 euróért 305 forintot kell fizetnünk. A forint dollár árfolyama emelkedőben van, 284 forintot fizetünk egy dollárért, a svájci frank forint pedig 285-en áll jelenleg. Ennyi fért a mai első hír összefoglalónkba, legközelebb 1 órakor jelentkezünk, illetve találkozhatnak még velünk 4 órakor. Kövessenek minket a Facebookon, részletes gazdasági hírekért pedig a weboldalt nézzék, folyamatosan beszámolunk a Broker Botrány fejleményeiről. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek,
okosan.